Köszöntöm a kedves nézőket, önök a legújabb híradónkat látják. A község által alapított közvállalatok és intézmények igazgatóinak felmentése és kinevezése is napirenden szerepelt a Topolyai Községi Képviselő Testület ülésén. A Juhász Erzsébet könyvtár igazgatója Penovácz Nárai Éva egy újabb 4 éves mandátum idejére az intézményt eddig is ő vezette. Szintén régiói igazgatója van a Művelődési Háznak Csípe Tíme a személyében, és a Szociális Központnak Zimonyics Jaszmina személyében. A telekrendezési közvállalat élére megbízott igazgatónak nevezték ki Deán Jerkovicsot, aki eddig is vezette a közvállalatot. A Komgrád és a piac közvállalatok esetében a közeljövőben írják ki majd a pályázatokat az igazgatók kinevezésére. Napirenden szerepelt egy határozati javaslat, miszerint az illetékes bizottság javaslata alapján ebben az évben Vas Borsodi Borbála, Zsejkó Szamárdzsics Pannonac és Fazekas Ferenc kapja a Pro Urbe díjat. A határozatot elfogadták, a község legrangosabb elismerését a díjazottak szeptemberben a városnapi ünnepi ülésen vehetik át majd. A község 2020-as évi költségvetésének rendezett zárszámadásáról szóló javaslatot is elfogadták. A tavalyi költségvetés mintegy 1,8 milliárdot tett ki, ami mintegy 14%-kal maradt el az előző évitől. Szatmári Adrián polgármester elmondta, hogy a járványhelyzet miatt jelentős eszközöket fordítottak segélycsomagokra, fertőtlenítő szerek vásárlására. Tehát a költségvetés újraelosztása nem szerepelt napirenden, ezúttal viszont a tavalyi költségvetés zárszámadása igen. A 9. testületi ülésen a képviselők elfogadták a 2020-as év zárszámadását. A 2020-as évről talán azt kell elmondani, hogy egy rendhagyó év volt a koronavírus miatt. 3 ízben volt költségvetés módosítás 2020-ban, és minden alkalommal csökkentettük a költségvetési keretet. A 2019-es évi költségvetési kerethez képest 2020-ban 14%-kal csökkent a költségvetési keret, és az önkormányzat jelentős összegeket választott ki a költségvetésből a koronavírus megfékezésére. Körülbelül 20 millió dinár értékben. Ezen kívül segítettünk a rászorulóknak, elsősorban gondolok itt a nyugdíjasokra, több mint 5000 csomagot osztottunk szét Topolya községben a nyugdíjasoknak, és így próbáltunk neki segíteni 2020-ban, valamint fertőtlenítő szereket is vásároltunk, és a közterületeket folyamatosan fertőtlenítettük a Kongrád közvállalat segítségével, valamint a helyi közösségek segítségével, akik ugyancsak nagy szerepet játszottak abban, hogy a koronavírus terjedését megfékezzük és megakadályozzuk 2020-ban. Ezen kívül a 9. testület ülésen döntés született 2 közvállalat esetében, a piac közvállalat, valamint a Kongrád közvállalat esetében az igazgatói helyek betöltésének a pályázati kiírásáról. Ezt a pályázatot valamikor a nyár folyamán fogjuk lebonyolítani, és őszre már ki is tudjuk nevezni az új igazgatókat a 2 közvállalat esetében, valamint a könyvtár esetében Penovácz Nárai Éva személyében ugye igazgatót nevezett ki a testület a 9. ülésen, ezen kívül a Művelődési Ház esetében Csipe Tímea személyében neveztünk ki igazgatót a mai napon, és a Szociális Központ élére is Zimonyics Jaszmina személyében a testület kinevezte az igazgatót. A telekrendezési közvállalat esetében pedig megbízott igazgatót neveztünk ki meghatározott időre, ami legtöbb 1 évig tarthat Jerkovics Deján személyében. Mindig érdeklődéssel kísérik a polgárok, hogy ki kapja ebben az évben a község legrangosabb elismerését, és úgy tudom, hogy 8 javaslat érkezett be az illetékes bizottsághoz. Így van, 8 javaslat érkezett be a Pro Urbe diakodói odaítélésére vonatkozólag, azonban az illetékes bizottság Vas Borsodi Borbálát, Fazekas Ferenc atyát, valamint Zsejkó Szamárdzsicsot javasolta az idei évben a Pro Urbe díjasoknak. Én azt gondolom, hogy Vas Borsodi Borbálát és Fazekas Ferenc atyát senkinek se nem kell bemutatni. Ők az elmúlt években munkásságukkal nagymértékben hozzájárultak Topolyán a közösség építéséhez, valamint a községnek a fejlesztéséhez, Topolya község nevének az öregbítéséhez, és én úgy gondolom, hogy mint az előző években is, az idei évben is, tehát ők a Pro Urbe díj megfelelő kezekbe fog kerülni.
A határozatmódosítás történt a természetvédelmi övezetre vonatkozólag, mégpedig a működtető személyét fogjuk megváltoztatni. Eddig ugye a természetvédelmi övezetnek a működtetője a telekrendezési közvállalat volt, most pedig az újonnan alakult jogi személy, az Aquatop Kft. Fogja a természetvédelmi övezetet, és ezen belül a horgászvizet is működtetni. Az Aquatopnak ezen kívül tehát más feladata is lesznek, mégpedig elsősorban Topolya község idegenforgalmi fejlesztése, minden valószínűséggel a Bajsai medencét, és majd ha elkészül, akkor a topolyai fedett medencét is az Aquatop Kft. Fogja működtetni. Ezen kívül talán még azt szeretném elmondani, hogy határozat született a gázvezeték kiépítésének a kiépítéséről is Topolya község egész területén. Ennek a projektumnak az értéke körülbelül 20 millió euró, és teljes egészében ezt az összeget Topolya község stratégiai partnere, a Szerbiagáz közvállalat fogja finanszírozni, a kivitelező pedig a Bobár Beska cég lesz, aki a Szerbiagáznak már több éves stratégiai partnere. Én úgy gondolom, hogy ezzel nagy mértékben hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy javítsuk az életminőségét Topolya községben a polgároknak, valamint, hogy a gazdaság tovább tudjon fejlődni, de nem utolsó sorban környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos és pozitív hatásai lesznek ennek a beruházás. Területén nincsen egyetlen egy aktív regisztrált fertőzött sem ebben a pillanatban, azonban én úgy gondolom, hogy továbbra is elővigyázatosnak kell lennünk, nem dőlhetünk hátra, továbbra is vigyáznunk kell egymásra, és be kell tartani az előírt szabályokat. Továbbra is maszkot kell viselnünk, és távolságot kell tartanunk. Esetleg még arról szeretnék beszélni, hogy a mostani testületi gyűlésen határozat született a helyi hozzájárulás bevezetéséről, meg pedig Felső Rogatica helyi közösségben, és július 15 és 25-e között fog lebonyolódni a népszavazás erre vonatkozólag. Ki szeretném emelni, hogy a krivajai, valamint a panóniai helyi közösségben, ugye június folyamán már a népszavazás megtörtént, és ebben a két helyi közösségben kiszavazták a polgárok a helyi hozzájárulásnak a következő 10 éves bevezetését, ami nem csak községi, hanem helyi közösségi szempontból is nagyon fontos, ugyanis nagy mértékben hozzájárul ezeknek az adott helyi közösségeknek a fejlődéséhez és a működéséhez. Ami a különböző nyári, illetve szeptemberi rendezvényeket illeti, tehát gondolok itt elsősorban a városnapi rendezvénysorozatra, melynek keretében majd ezeket a már említett ProUrbe díjakat is átadják, tehát a helyzet jelenlegi állása szerint ez a hagyományos módon meg lesz majd szervezve. Így van, a hagyományos módon meg fogjuk szervezni, tehát a rendezvényeket most a nyár folyamán és az ősszel tehát tervezzük, és bízunk benne, hogy meg is tudjuk majd tartani ezeket a rendezvényeket. Szeretnénk megszervezni a Parasztolimpiát, szeretnénk megszervezni a Szárma Fesztivált, szeretnénk megszervezni a Topolya Napokat. Ugyan az idejében kicsit szerényebb keretek között, mint az előző években. A Mészkarnivál sajnos el fog maradni, de mégis szeretnénk megszervezni a Topolya Napokat szeptemberben, és méltó módon megünnepelni Topolya Napját. Budimir Márics a Vöröskereszt Topolyai Községi Szervezetének a titkára adta át a Dr. Hadzsi János Egészségházba a Szerbiai Vöröskereszt ajándékát, egy 1000 literes tartályt, mely fertőtlenítőszer tárolására alkalmas. Emellett a községi szervezet nevében 3 kg koncentrált fertőtlenítőszert is adományozott, amit ha feloldanak, összesen 15 000 liternyi fertőtlenítő folyadék állítható elő. Az adományokat Dr. Illés Csilla, az egészségház igazgatónője vette át, aki szerint a folyamatos fertőtlenítéssel is hozzá lehet jelentős mértékben járulni a különféle kórokozók terjedésének. A Vöröskereszt titkára és az igazgatónő is hangsúlyozta az alkalommal, hogy kiváló az együttműködés a Vöröskereszt helyi szervezete és az egészségház között, és ezt a jövőben szeretnék még tovább fejleszteni. További sportklubok és csapatok kaptak felszerelést Topolya községben. Az önkormányzat sikeresen pályázott a tartományi sport és ifjúsági titkárságnál, így több faluba, de a városba is megújulhatott a csapatok felszerelése. Legutóbb Ognyen Despotovics a községi tanács sportért és ifjúságért felelős tagja, és Tomik Nimrod a községi képviselő társulatelnök helyettese adtak át ilyen csomagokat,
a Topolyai női és férfi kosárlabda csapatnak, utána pedig Tomislav Cil labdarúgó csapata és a Topolyai röplabdások csapata újult meg labdákkal és egyéb segédfelszereléssel. 50 új jégvédelmi rakétával bővült a Bajsai jégelhárító központ felszerelése. Erre a célra a Topolya község önkormányzata összesen 2,1 millió dinárt fordított, és a községi költségvetésből továbbra is támogatják a lövészek alkalmazását is, mintegy 2,3 millió dinárral. Szatmári Adrián polgármester meglátogatta a Bajsai központot, és elmondta, néhány hónap múlva elindulhat az automatizálás, amely során a jégvédelmi rakétákat robotokkal tudják majd fellőni. A Topolyai Családfa civil szervezet családi képeslap címmel irodalmi és rajzpályázatot írt ki óvodások és általános iskolások részére. A pályázat célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a család fontosságára. Legfőképp arra, hogy a biztos családi háttér nélkülözhetetlen a gyerekek megfelelő szociális fejlődéséhez. A pályázat június 21-én zárult le, az ünnepélyes díjkiosztásra pedig június 30-án került sor a művelődési ház kiállító termében. A mai alkalom arról szól, hogy a Családfa civil szervezet kiírta a családi képeslap rajz és irodalmi pályázatát, amelyet május 15-e a családi nemzetközi napja alkalmából hirdettünk meg. Egy kicsit ez kitolódott, idén nem tudunk gyereknapot szervezni most júniusban, hanem egy kicsit később, és úgy gondoltuk, hogy akkor a június sem maradjon üres, és ezért most a júniusi hónapot választottuk arra, hogy bemutassuk ezeket a különleges rajzokat és irodalmi műveket, amiket beküldtek nekünk a gyermekek. A mai nap itt a művelődési ház kiállító termében több mint 100 munkát lehet megtekinteni, aminek nagyon örülünk, mivel a gyermekeknek sem volt könnyű ez az év, fél év az iskola és az óvoda szempontjából, de így is nagyon ügyesek voltak és számtalan munkát küldtek be nekünk, amiket mi ugye, nem is mi, hanem a zsűri ugye rangsorolt, de nyilvánvalóan mindegyik kitüntetésben részesül, mivel hogy részt vettek a pályázaton, és mindenki diplomával térhet majd haza. Arra számítunk, hogy a közeljövőben sikerül majd megtartanunk szeptemberben a városnap keretein belül a gyermeknapot, amiben nagyon bízunk, és ősszel pedig egy újabb rajzpályázattal készülünk. Elsősorban a támogatóinknak szeretnék megköszönni, hogy ez létrejött, tehát a Topolyai önkormányzatnak, a helyi közösségnek és a művelődési ház jogoltából, akik a helyszínt biztosítják. Mi annak a hívei vagyunk, hogy a gyermekeket tanítsuk olvasni, illetve rajzolni, és minden alkalommal, amikor mi díjakat osztunk ki, könyvjutalomban részesülnek a gyermekek, aminek nagyon örülnek. A TSC a szlovéniai edzőtáborban lejátszotta első edzőmérkőzését. A tábor csapata ellen 2-0 arányban nyertek, a gólokat Zeci és Bányác lőtték. Még két mérkőzést játszanak, a szuperligás bajnokság július 17-én kezdődik. Pénteken főként északkeleten és keleten alakulhatnak ki akár több helyen záporok, zivatarok, illetve helyenként futószáporok nyugaton is előfordulhatnak. Élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Ezen a napon már mindenütt 30 fok alatt maradnak a maximumok, délután 23-tól 28 fokra van kilátás. Szombaton a napos időszakokat főként az ország keleti felén szórványos záporok, zivatarok zavarhatják meg. Az élénk néhol erős nyugati északnyugati szélben a legmelegebb órákban 25-től 29 fokot mérhetünk. Vasárnap északon alakulhat ki kevés zápor, zivatar. Helyenként élénk zivatar környezetében erős, viharos lehet a szél. Délután 25-től 31 fok valószínű. Hétfőn a napos komoly felhős időben elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar. A szél helyenként felélénkül, délután 26-tól 31 fok várható. Kedves nézőink, Önök a legújabb híradónkat látták, nem maradt más hátra, mint hogy valamennyi munkatársam nevében megköszönjem az Önök megtisztelő figyelmét. További jó tévézést kívánunk Önöknek!